Május 31-ével befejeződött a nevelési év a karcagi óvodákban is. Jól lehet, június hónapban valamennyi tagóvoda nyitva volt. Július 1-től a Zöldfa utcai és a Takács Péter utcai óvoda ügyeletet lát el. 4 tábort szerveztünk a nyár folyamán. Június végén a Zöldfa utcai óvodában környezeti tábort szerveztünk a természet iránt érdeklődő gyermekek számára. Majd ugye most itt vagyunk a Táncsis 17-es számú óvodában, ahol ugye a kézműves tábort folyik éppen, és ezzel egy idejűleg a Csokonai utcai óvodában pedig a zenei tábor. És ezzel nem ért véget, hiszen a negyedik táborunk, a néphagyományőrző tábor, a jövő héten fog sor kerülni erre a táborra. A Táncsics úti tagóvodában is tartalmas időtöltést kínál a nyári tábor, még akkor is, ha a kézműveskedéshez olyan eszközöket is használhatnak a gyerekek, szigorú óvodapedagógusi felügyelet mellett, mint a vasaló. Ezzel ugyanis megpuhítják a zsírkrétát, amellyel aztán csodavonalakat lehet a papírlapra felvinni. De lehet itt korongozni, sőt még pisztácia héjat is a kézművesség szolgálatába állítani. Ennek a tábornak az a célja, hogy az intézményünkben folyó tehetséggondozást továbbfejlesszük és gazdagítsuk. Azok a gyermekek vesznek részt, akik az intézményünk kézműves tehetséggondozó műhelyének tagjai, illetve akiknek kedvelt tevékenysége az ábrázoló és kézműves tevékenység. 3 területre tagoljuk az alkotást. Vannak népi kismesterségek, melyekkel a gyermekek ismerkednek, a modern technikák, illetve az újrahasznosítás jegyében alkothatnak a gyermekek. A tartalmas időtöltés nem csak a kézműves foglalkozások garantálják. Olyan közösségi játékokat is beillesztettek a szervezők az egyhetes tábor programjába, amelyek segítségével erősödnek a gyerekek társas kapcsolatai. De mint valamennyi nyári gyermektábornak, ennek is az a legfőbb célja, hogy a gyerekek érezzék jól magukat.